sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen, is a Szegről. Hát itt a még építés alatt álló, vagy hát inkább átépítés alatt álló állomás. Tehát itt épülnek az zajvédő falak. Hát ezek a szokásos magasak, amik ezából nem értem, hogy mire jók, majd minek ilyen magasra építeni, mert csak a kilátást akarják el. És egyébként bőven elég lenne csak eddig építeni, mert ugye a forgóváz meg a tengelyek azok, amik zajosak, nem maga a vasúti kocsi. Ezt a Balatonparton ezt már sikerült megérteni, és ott már eleve csak ilyen alacsonyabb zajvédőfalat építettek, hogy ugye a kilátást ne roncsák el, és csak és a zajcsökkentés meg legyen. Na, nem mindegy is. Egyébként bizbelzavar is volt a vonalon, emiatt késések is vannak, de ami miatt most itt vagyok, az a iparvágány lesz, ami innen Isaszegre ágazott ki, és Gödöllő állami telepekig megy. Ez az iparvágány régebben a nyílt vonalból ágazott ki, csak a és amikor itt jártam 2 éve, akkor fel volt szedve éppen a kiágazás, akkor ment az átépítés. És azóta már készen lett, és bekötötték ide az állomásba, hát ezt fogom most megnézni. Akkor közben itt vagyunk már, Isaszegnek a végpontján, és ez már az új nyomvonala az állami gépgyári parvágának, ott látszik a szelvény is, hogy 300 méter, ez a hármas, tehát itt lett bekötve az állomásra, és nézzétek meg, hogy a két átmenő vágány, ez már a nyílt vonal, és ez a másik, hogy kevésbé fényesek a sinek, valóban, mert itt azért nincs rendszeresen forgalom, került oda egy siklasztósarú is, és errefele van az állomás. Tényleg van, megnézitek. Akkor látjátok, hogy az átépítés eredményeképp vagy nem, de itt ezt az utat is megcsinálták, egészen idáig le van betonozva, és még a kandelábereket is raktak ki, tehát világítás is van, közvilágítás. A legutóbb erre jártam, akkor ez még nem így volt, itt a sima földút volt olyan, mint itt. De nekem ez így jó volt, hogy eddig így tudtam itt az úton jönni mellette, és még előzéken ezt az aljvédőfal maradványt adagták, hogy az átkon is könnyebben át tudjak jönni. Hogy majd errefele itt tovább. Ott azon a földúton, ez már bejáratott, mert amikor legutóbb bejártam az iparvágányt, ugyanerre mentem, és megint a gépgyárig el fogok menni. Megnézem, hogy átépítették-e teljesen a vágányt, vagy csak addig, ameddig itt túlnyomvonalra került. Hát azért látjátok, itt azért viszonylag elég nagy hely van az űrszelvény meg a zajvédő fal között, meg ugye ezen a vágányon azért nincs forgalom, vagy legalábbis nem akkora, mint a másik kettő, mert ugye ez egy üzemelő vasúti fővonal, tehát itt nem mászkálunk a vágánytengelybe, még videózás céljából meg pláne nem. Viszont itt ez mondjuk kevésbé veszélyes itt a másiknál mászkálni, mert ez iparvágány, és itt ha jön is vonat, akkor nem ilyen gyorsan, mint itt a szinte fél óránként van egy átmenő vonat, mert 120-as a pálya. De hát ugye, de ha van földút itt mellette, akkor itt kell menni. Hát azért ez mégiscsak biztonságosabb itt, csak hát ennek az a hátránya is megvan így, hála ennek az zajvédő falnak, hogyha most fog valami jönni, akkor azt nem tudom már levideózni. Már itt nekes módon ilyen nagyon fokhíjasan építették az zajvédő falat. Biztos, hogy lesz egyébként itt is, csak még valamiért ezt itt nem építették be a többinél meg, igen. Vagy lehet, hogy itt lesz az ajtó, nem tudom, mert ilyen zajvédő falaknál is azért bizonyos távolságok, és szoktak tenni egy ajtót, ahol azért ki lehet jönni. És egyébként ott van az egyik zajvédő falnak az eleme, amit valami ide nem építettek be. És a háttérben pedig már látszik az útátjáró, az már Gödöllő állami telepek. Ha jól emlékszem, vannak az átjárója, viszont az iparvágány azért kicsit el fog arra kanyarodni. És ezt nézzétek, itt még vannak sinek is, de kipakolva. De hát valószínűleg ezek nem cserére várnak, mert a sineket már cserélték. Itt látszik a fővonalon is, hogy már ugye megvan ott még. Valahol még kilátszik a geotextília is a nyakadó, meg ezek az új horganyzott oszlopok is. Pedig 2 évvel ezelőtt, mikor itt voltam, akkor ez még nem így nézett ki, akkor még az átépítés javában zajlott. Hát, hogy ezeket a sínszalakat, azt mire felhagyták itt, azt nem tudom. Viszont itt az iparvágány is megkapta az új nyomvonalat. Főleg, hogy egészen, ahogy elért a távolból, pont addig, ameddig befordul a gépgyár fele, mert gyakorlatilag addig volt felszedve. De majd a régebbi képeimet meg kell majd nézni, meg esetleg majd belinkelem ide az első bejárós videót.
És akkor azon látszik, hogy itt még már a régi becsatlakozása az valahol itt volt ezen a részen. Itt volt a nyílt vonalban egy kiágazás, és ezt kötötték be az állomásra. És itt vagyunk, lassan a 11-es szelvényt nemrég hagytam el, és még mindig itt van a 80-as vonal mellettünk. Ugye ez a Budapest 60, hogyha így valakinek ismerősebb, illetve még pontosabban ez a 80-a, mert ugye 60-ig, akkor még az elővároshoz tartozik, és akkor 80-a. De ez a Budapest Pécel is a szeg, Gödöllő 60 fele, amit mert ha esetleg valaki nem tudná, és itt van a mengány, és itt van a, ahol elfordul, és ez az érdekes innen, hogy itt is még az új betonaljak sokáig, mert nagyjából odáig volt felszedve, ahol azok a sínszálak vannak, azok meg lehet, hogy a régi sínszálak, amiket kibontottak. Tehát én közelebb megyek és megnézem, a 12-es szelvény után, és eddig tart a frissen felépített nyomvonal. Ugye itt volt a nyomvonal kollekció, hogy korábbi becsatlakozás is errefele jött, viszont itt a nyílt pályán volt. Most meg be lehet kötve egyenesen az állomásra. Ennyi változott. És itt viszont tovább a vágányon, de persze az űrszelvényből kijövünk. Megint. És itt mellette. Már valószínűleg most nem fog vonat jönni, de hát akkor is. És akkor tovább az ifadvágányon, a fénysorompós átjáró az megmaradt, sőt a fénysorompó az ki lett cserélve ledesre. Úgyhogy van ám itt fejlődés. Egyébként erre a pálya állapot mit sem változott. De hát úgyis erre kell menni állami telepek fele, úgyhogy hajrá. Nincs már olyan messze, mert az egész iparvágány csak 2-3 kilométer. Meg eleve a 30-as szelvény után volt az elágazás, és a 32-esben van Gödöllő állami telepek. És addig meg egyébként is el kell menni, mert onnan jön a vonat. És ezt nézzétek, itt van tengelyszámláló. Ez se volt itt még a múltkor. Tehát lehet, hogy a fénysorompót is kicserélték a vonat által működtetetre. Mert korábban úgy emlékszem, hogy kulcsos volt. Ezt nem tudom. De ez egy tengelyszámláló. És hát itt van a vágány vége. Itt a Caterpillar gyár van itt. Most gondolom, hogy ezt használja, bár gondolom, nem csak a Caterpillar, hanem más is van itt, de hogy eddig lehet még befele követni a vágányt. Ott van egy váltó, amivel szerteágazik. Van itt egy honvédségi terület, és úgy tudom, hogy kicsit beljebb, mert korábban ez az egész az volt. És ott is használják még a vágányt időnként, időszakosan, de ez már ritkaság. És hát akkor errefele kell tovább menni, itt van a fénysorompós átjáró, aztán meg Gödöllő állami telepek. És ezt nézzétek ismét állami telepeken, és már kikerült ide egy tájékoztató a Gödöllői kisvasútról is. 700 méter és 15 perc. Ugye a végleges terv az, hogy a kisvasutat kihozzák egészen idáig, és valahol itt jönne. De hát nem tudom, hogy azóta mennyit haladt előre a dolog, mert amikor legutóbb kim voltam, akkor 400 méter volt készen, de már tervezték a további építést, de azért ami jó pár évnek el kell tennie, mire egészen idáig ki lesz hozva. És hát itt mit se változott, semmi elmetett megállóhelyen, viszont ott a túloldalt, mint hogyha ott építenének valamit. De szerintem nem aluljárót, pedig olyan betonfödém alapján akár az is lehetne, de ugye minek lenne aluljáró, amikor a másik oldalt van egy szintbeni átvezetés egy fénysorompóban. Tehát szerintem ide felesleges, ide nincs itt akkor a forgalom. Ugye itt ezen az úton lehet majd elmenni az arborétumig, de hát most megvárom itt a vonatot, aztán megyek tovább Gödöllőre. És hát itt van akkor állami telepek megállóhely. Peron az már jóval rész készen van, ugye ezen az oldalt volt esőbeálló, a másik oldalt meg szerintem építenek egyet, azért van ott nagyon elkerítve. És itt fog majd jönni a Gödöllői kisvasút, ha egyszer elkészül. És hát akkor ez a videó az ennyi lett volna. Ez szintén egy rövid vonalbejárás volt, most itt délelőtt ráértem, úgyhogy ezt beiktattam a programba. Most én megnézem majd Gödöllőn az új végállomást. Aztán nagyjából ennyi a mai program. Úgyhogy köszi, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok!